Videoton TV-pong, vagy TV-játék. Gyakorlatilag ugyanaz a pong chip van benne, mint bármelyikben, tehát 12 egy tucat, de mégiscsak a miénk. Egy kicsit átépítettem, kompozit kimenet van rajta, és van rajta egy grade sheet, tehát így most már ki fogja bírni a fordított tápot is. Igazából bármilyen tápot kibír, ugyan 12-14 voltig elviseli, mondjuk nem örül neki, de ha 9-10 voltot kap, akkor az szerintem most már élete végig el lesz. Egy pár kondi cserét ejtettem meg a fényképezés óta, de a fényképeken azt szerettem volna, hogy még eredeti legyen. Kapcsoljuk be! 4 játékmód van, jégkorong, tenisz, faltenisz és faltenisz 2, mind a 4-et be fogom mutatni. Na tehát nullázzuk ki a játékot. Egyik ütő, másik ütő. És megpróbálok adogatni magamnak. Hoppá! Automata adogatás. Érdekes, hogy a pába, megvertem saját magam. Érdekes, hogy pittyen, de simán átmegy az ütőn, hogyha nem én következek, tehát egy érintőzni lehet csak le. Viszont így be lehet szorítani a falba, meg érdekes, hogy 21-nek tűnik ez a szám. Na hát, ez volt a jégkorom. Akkor nézzünk egy teniszt. Jó, a tenisz az annyival egyszerűbb, hogy itt csak kettő, azaz kettő darab. Kéne még egy kéz. Tehát itt csak, hopsz. Itt csak kettő, azaz... Van egy kicsit KH-s. Hát Istenem, öreg a cucc. Hú, ki lehet menni a képernyőről. Ami szuper dolog. Úgy néz ki, itt is sikerült deadlockot előállítani, ami szuper. Na, akkor most nézzük meg a faltenisz 1-et. Mint a nehéz kitalálni, faltenisz 1-nél egyedül játszó. Saját magunk ellen, tök szuper. Tehát akár egyedül is lehet játszani, nem unatkozik az ember. Nézzük a faltenisz 2-t. Semmivel nem tér el, csak annyi, hogy itt már lehet egymás ellen játszani, feltétlenül, hogy a ketten vagyunk. Most így gyakorlatilag magam ellen játszok, és próbálom szinkronban mozgatni a két időt. Mert úgy, hogy közben még beszélek, és próbálok kettőt mozgatni. Na. Csak tudom, hogy most melyik ütő jön. Na hát szóval ennyit erről. Ezt tudja, ezeket a játékokat ismeri. Aztán lehet elméletileg kombinálni ezeket mindenféle csodálatos játékmódokba. És hallottam olyan emberről, aki több gombot megnyomva, más is elővarázsolt belőle. Én most ezzel nem szórakozok. Szóval ennyire egyszerű egy játék. Ez egy rövid bemutató volt, azt hiszem.